Nem. Lélek tud születni emberi testben, hogyha emberi természettel rendelkezik. Mondhatjuk, hogy nyitott a tudatja. De hogy az ember negatív életet él és bűnös cselekvéseket végez, ez zárja a tudatot, összezsugorítja a tudatot. És zárt tudat, ez azt jelenti, hogy állati tudat lesz. És ezért ez a degradáció. Hogyha ember lelki dolgokkal foglalkozik, az nyitja a tudatot, akkor legrosszabb esetben emberként születik, vagy legalább jámbor cselekvést végez, önzetlen életet él, az is megtartja a tudatot nyitva, hogy tudjon születni emberi testbe. De mikor sok bűnt követi el, ez összezárja a tudatot, és akkor állat, növény, egy sejtű, bármi lehet.